Köszöntöm nézőinket ismét, ez még mindig a Color Live, a Color TV műsorán, élőben. És nemrég, egy pár perccel ezelőtt, a bejátszás előtt egy dalt hallgattunk meg, a Galagonya Citera zenekartól. És itt van velem a stúdióban a zenekar vezetője, Cserbény János. Jó napot kívánok! Jó napot! Az apropója annak, hogy itt ülünk most a stúdióban, és beszélgetni fogunk az elkövetkező percekben, az az, hogy a zenekarnak új lemeze jelent meg. Beszélgessünk egy picit erről a lemezről. Milyen anyagot tartalmaz, hogyan állították össze, milyen dalokat? A lemezen már Magyarországnak a szólvány régióiból, tehát minden tájegységről gyakorlatilag igyekeztünk összeszedni anyagot, de mivel korlátozott a lemeznek az időtartama, és rengeteg számunk van, így inkább a kedvenceiket tettük rá, ezek pedig többnyire moldvai zenék. Tehát a koncepció az igazából az lett volna, hogy minden tájegység, aztán a végén, mivel nagyon nagy szívünk csücske a moldvai zene, ezért többnyire moldvai zene szólal meg a lemezen, de ugyanakkor van marosszéki, lőrincrévi, illetve észak-kelet-magyarországi tájegységről is zene rajta. Elég sok dal van a lemezen, ha jól tudom, több mint 10, pontosan mennyi is? 16 tracket tartalmaz a lemez. Ezeket a számokat mind saját technikával, tehát stúdió technikával rögzítettük. A maszterelés és mindenféle utómunka is saját munka, és gyakorlatilag a lemezgyár készen kapta az anyagot tőlünk. Ezt hogyan kell elképzelni? Tehát adott egy citerezenekar, ők beülnek egy stúdióba, és akkor mindenki elkezdi játszani az ő adott szólamát, vagy pedig külön-külön a hangszereket egyesével veszik föl, és akkor utána keverik ezt az egészet egy ilyen nagyon lenyűgöző egészé. A gyakorlat az, hogy stúdióba vonul a zenekar, bemikrofonoznak ugye mindenkit, és egyszerre följátszák, viszont nekünk, mivel korlátozottak a technikai lehetőségeink, egy mikrofonunk van, ami stúdió felvételekre alkalmas, így egy nagy rutint igénylő és sok gyakorlást igénylő technikával úgy vettük fel a számokat, hogy egyesével mindenki külön-külön játszotta fel, és énekelni is külön-külön énekelte fel a számokat. Rutin az van, hiszen a zenekar mögött nagy múlt áll már. Hogyan zajlik a tematika? Hogyan zajlik az, hogy hogyan válogatnak össze egy ilyen anyagot? Hiszen azért 16 dal, az 16 dal, azt valahogy ki kell találni, hogy melyik 16 legyen, és milyen sorrendben, és egyáltalán hogy kerüljön fel a lemezre. Igen, ez a 16 dal, az nem 16 dal gyakorlatilag. Tehát tulajdonképpen ez 16 track, és általában ezek összeállítások, dalcsokrok, kivéve 2-3 olyat, ami csak egy-egy dalnak a feldolgozása. Hangszeren sok minden, citerán sok minden nagyon jól szól, de ahogy mi meghallgatjuk, megtetszik nekünk a szám, összeállítjuk az összeállítást, egymás után tesszük a dalokat, és akkor kiderül, hogy hát ez mégsem annyira jó így egymás után, ez mégsem annyira jól szól, citerán nem annyira jól szól, mint eredeti hangszereken a moldvai zenét ugye kobozon játsszák és furuján többnyire. De citerán utánozni lehet azt a hangzást, vannak olyan hangszereink, amik nagyon jól leutánozzák a koboznak a hangzását például, meg a lemezen szól is koboz nálunk is. Tehát van olyan, hogy megtetszik egy dal, meghangszereljük, eljátszuk, és aztán kiderül, hogy hát mégsem lesz annyira jó, mert citerán nem szól úgy, ahogy mi szeretnénk, meg nem szól úgy, ami visszaadja igazából azt a hangzást, ahogy eredetiben a szólna. És ilyenkor mindig van a tanakodás, hogy milyen számokat tegyünk be annak a helyére, aztán a végén mindig sikerül összehozni egy új összeállítást, ami aztán úgy szól, ahogy mi szeretnénk, meg ahogy igazából ütős, és tényleg visszaadja azt a hangulatot, ami annak a tájegységnek a hangulata. Hány hangszer van egyébként a zenekarban, és hány hangszer van a lemezen, hiszen most sem csak citera volt az élő produkcióban? Igen, a lemezen sok hangszer megszólal, összesen több mint 20 hangszeren játszunk a lemezen. Sáv az jóval több van, tehát hangsávként, hogyha azt nézem, hangsáv a lemezen, van ilyen számunk, ami több mint 50 hangsávon van. Hangszer például érdekesség az a hangszer, jellegzetes hangszer, erdélyi hangszer, ami most az előző számunkban is megszólalt, ez az ütőgardon. Ezt ma már a táncházi mozgalmak elterjesztették az országban, de ez tőzsgyökeresen erdélyi hangszer. Emellett használunk dorombot, furuját, darbukát, ez a kis dob, amit most is használtunk. Citerából használunk háromfajta citerát, ezek hangolásban, hangmagasságban különböznek. Ezek összességében adják azt a hangzást, ami egy komplex hangzás, ami megfelel a mai modernebb népzenei irányzatoknak.
Említette a táncházi mozgalmat, és említette a modern népzene irányzatokat, és manapság az sem ritka, hogy mondjuk rockzenét kevernek népzenével, vagy akár még elektronikus zenét is kevernek népzenével. Ez mennyire segít mondjuk önöknek abban, hogy könnyebben befogadóra találjanak az ilyen lemezek, az önök produkciói, hiszen önök egy picit azért hagyományosabbak, mert önök is játszanak például, hogyha jól emlékszem, Illésdalt. Például igen. Többek között. Igen, játszunk Illésdalt is, sőt a lemezen megszólal egy perui népdal feldolgozás is. Ezt egy perui népzene kutató írta, Daniel Alomia Robles, ő neki a átdolgozása és ő neki a kompozíciója ez, de igazából ez egy perui népdal. Számos helyen a világban feldolgozták, például Amerikában Simon és Garfunkel is feldolgozta, ez az El Condor Páza, ez egy nagyon ismert világhírű dal. Ez is megszólal. Szerintem helye van a citrának is a rockzenében. Vannak olyan kezdeményezések, rengetegi, amikor citra is megszólal a rockfeldolgozásokban. De hát annak idén ugye az Illés is használt népi hangszereket, és a folk rockban megállja helyét ugyanúgy, mint bármilyen más hangszer. Az, hogy amikor fellépnek, amikor elmennek valahová, a közönségtől azért rögtön kapnak visszajelzéseket. Az ilyen visszajelzések, az, hogy egy-egy dalt mondjuk, vagy egy-egy ilyen dalcsokrot, amit említett, mennyire kedvel a közönség, az mennyire befolyásolja azt, hogy ez lemezre kerül-e, vagy hogy megmarad mondjuk koncertdalnak? Igen, ez jó kérdés. Van, amikor az összeállítás nagyon jó, de nem annyira populáris, úgymond, és közönség előtt előadva nem biztos, hogy hozza azt a várt tetszést, ami a dalhoz igazából várható lenne. Tehát sokszor úgy kell válogatni az összeállításokat, hogy amikor színpadra kerül a csapat, akkor nem a keményebb vonalas, nem úgymond a nagyon kidolgozottabb, nagyon részletesebb műveket kell megszólaltatni, hanem akkor inkább közismert népdalokat kell játszani, mert azok talán egy kicsit jobban tetszőek. Ettől függetlenül, hogyha olyan az akusztikai környezet, például templomi zene, vagy templomi koncert, mert szoktunk ilyeneket is adni, akkor nagyon igényes és nagyon részletesen kidolgozott összeállításokkal szoktunk készülni, mert ott annak van helye, és annak van a környezete, annak van akusztikailag megfelelő háttér ahhoz, hogy megszólaljon úgy, ahogy mi azt kigondoltuk, meg ahogy mi azt összeállítottuk. És gondolom vannak olyan helyszínek is, ahol pedig mondjuk az elsődleges, hogy mondjuk táncolható legyen egy zene. Igen, természetesen. Időseknek, nyugdíjas találkozókon, idősek napján akkor szoktunk nótázni, ugye hát lemezre nem teszünk nótát, de nagyon szívesen játszunk időseknek, és nagyon szívesen énekelünk velük együtt, meg nótázunk velük együtt. Vannak egyébként nagy kedvencek, olyan dalok, vagy olyan dalcsokrok, amelyekről tudják, hogy ha valahová azt elviszik, ha valahol azt előadják, akkor annak biztos, hogy nagy sikere lesz. Általában ilyen az előbb említett El Condor Páza például. Hát a pörgősebb magyar népdalok azok általában mindenhol tetszenek a közönségnek. Egy picit beszéljünk arról is, hogy ugye a zenekar mögött nagy múlt áll. Hogyan jött létre, és miért pont a citera? Miért pont citera a zenekar lett ez? A citera az már nagyon régi hagyomány itt Kazincbarcikán, 1974 óta van hagyománya a citerának. Annak idején Jenei Karcsi bácsi, ő Békés megyéből Gyuláról származik. Ő indította el a citera zenét itt az országban, vagyis pontosabban itt ebben a régióban. Az erőművi dolgozók, ahol ő is dolgozott, azokkal együtt kezdték, és megalakítottak ott egy idősekből álló csapatot. Aztán utána rájöttek arra, hogy fontos az utánpótlás. És így az iskolákban kezdtek el tanítani hangszert, citerát. Egyszerű hangszer, tehát könnyen megtanulható, viszonylag hamarad sikerélményt, és a gyerekeknek nagyon tetszett. Tehát hamar el lehet rajta olyan alapokat sajátítani, amik már zenéleg is úgy szólnak, hogy a gyerek élvezi csinálni, szereti csinálni, és utána megjön a kedvük a gyerekeknek, és így az évek során számtalan csoport működött az iskolákban. Ezekből a csoportokból, akik megmaradtak, akik tényleg elhivatottságot éreztek, és nagyon megtetszett nekik, és nagyon szeretik, azokból maradtak meg azok a csoportok, azokból a tagokból, akikkel már aztán tudunk komolyabban dolgozni, nehezebb összeállításokat tudunk megtanulni, amihez ugye már kell a háttér, kell az a,
az a több éves gyakorlat, ami szükséges ahhoz, hogy profibb munkát végezzünk. A jelenlegi Galagonya Citározónak a tagjai között van, aki már közel 30 éve zenél, és még mindig jön család, gyerekek mellett, és még mindig jön és csinálja. És még annyit áruljon el nekem, hogy hol lehet hozzájutni az új albumukhoz? Nem került a CD-lemez országos terjesztői hálózathoz, így a Mezei Házban székelő Sajó Menti Népművészeti Egyesületnél vásárolható meg a lemez. Én meg fogom hallgatni, ez biztos, nekem nagyon tetszett az előbbi produkciójuk, és még ugye az adásunk végén még egy dallal kedveskedem, hogy nekünk is, a nézőknek is. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és Cserbény Jánost hallották, a Galagonya Citara zenekar vezetőjét. Köszönöm még egyszer.